Pirosban a Dunafer, tiszta fehérben a hazai csapat, a Nyíregyháza. Egy vendég támadás, Rósa húzza meg a bal oldalon. Jön a beadás. Egy pillanatra elpattan a labda Tökölitől, aztán Orosz elé kerül, és Celeszky bravúrral véd. 5 perccel később Tököli kerül helyzetbe, Tököli lő, Celeszkynek ezúttal szerencséje is van. És persze jó helyen is állt a macedón kapus. Novák szabadrúgása néhány perccel később, Rabócki is résen van. Megint a Dunafer támad, Tököli, keresztbe teszi a labdát, jön Molnár, Celeszky megint hárít. Ez a harmadik nagyvédése Celeszkynek a mérkőzésen. Zavacki. Rósa ellövi messziről, most nem kell játékba avatkozni a Celeszkynek. Dikán emel. Fülöp merre veszi, aztán ellövi a labdát, és az beakad a hosszú sarokba. Talán senki sem hitte, hogy Fülöp onnan kapura fogja lőni a labdát, de így történt. Fülöp szenzációs góllal vezetést szerez a hazai csapatnak. Mindez a 44. percben történt. Egy perccel később Orosz, Zavacki visszateszi lövésre, Rósa lövését hárítja Celeszky, akinek nem tudnak túljárni az eszén. A 46. percben Pomper próbálkozik még, és Celeszky ezt a labdát is megfogja. Ez már a második félidő, a 9. perc, Zavackit megállítják, Lengyel beteszi középre a labdát, Orosz belekap, és így egyenlít a Dunafer. Nem hétköznapi gól, az biztos, Orosz reflex mozdulattal egyenlít, parádés és egyben szerencsés gól. Feri, mennyire volt tudatos a gólod előtti mozdulat? Semennyire, mögém jött a beadás, és hát ilyen akrobatikus rock and roll. Nem tudom, hogy nem is emlékszem, hogy azt láttam, megfordultam és beesett. Nem tudom, hogy történt. A középkezdéstől mutatjuk azt, ami ezután történt. Jön előre a Nyíregyháza. Túróci. Rósára vezeti rá a labdát Túróci. Molnár lép jól közbe. Molnár Rósát indítja. Fellazult egy kicsit a nyíregyházi védelem. Rósa, jön Orosz, visszateszi a labdát Rósának, és már is vezet a Dunafer. Egy perc alatt két gólt lőttek a vendégek. 2-1 tehát a Dunafernek. Ismét egy perccel később Tököli kerül helyzetbe, akár el is dönthetné a meccset, ehelyett azonban a kapu fölélő. Ez pedig megbosszulja magát, Fülöp elesik, aztán föláll, tovább megy. Vukovics játékvezető pedig 11-est ítél. Valóban szabálytalankodott Molnár, de Fülöp itt kézzel ér a labdához, így eléggé vitatható körülmények között született ez a 11-es. Itt Molnár tényleg összekoccantja Fülöp lábát. Minden esetre büntető a Nyíregyházának, Kulcsár lövi higgadtan. 2-2 ezzel, tehát ismét döntetlenre áll a meccs. Rósa szabadrúgása. Celeszky megint nagyot védett. Rósa adja be a szögletet. Molnár gyűjti be a labdát. Molnár visszateszi. Ez még jó lehet, Orosz. Eljön a labda Lilik lába között, Zavacki pedig berobban. Ismét vezet a Dunafer. Nagy Sándor már nem ér oda, Zavacki pedig éppen jókor érkezik. Előny újra a vendégeknél. Balog ismét. Salamon, mintha kiszorítóst játszanának. Orosz jól teszi a labdát Tököli elé. Tököli helyzetben 4-2 most már így a Dunafernek. Ez Orosz harmadik gólpassza a mérkőzésen. A gólja mellett tehát ő a mérkőzés hőse. Tököli higgadtan oldotta meg feladatát. Rósa
Jó szöglet. Celeszki egy kicsit bizonytalan, de nincs belőle nagyobb baj. 42. perc már a második félidőben. Lili lódul meg. 2-3 méterrel azonban célt téveszt. A rendes játékidő már lejárt, a hosszabbításban vagyunk. Zavacki keresztbe teszi a labdát, jön Tököli, és megszerzi ezen a mérkőzésen a második gólját. Tökölinek ez a 10. gólja a bajnokságban. Már csak a középkezdésre van idő, a Dunafer 5-2-re nyert, a Nyíregyháza kiesett az NB1-ből.